Na, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a... Okay, but I hope you're not allergic. Folytatjuk a Concrete Genie végigjátszást, és eljutottunk ide a csatornába, és az előző rész végén már rögtön majdnem elkaptam tök véletlenül ezt a lapot. Nem tudunk úszni. Nem tudunk úszni, de várja. Mert ő lefújja azt a dobozt a vízbe. Ezt előbb nem tudtad volna megtenni, haver? Csak kérdem. Tehát elvileg... Jó. Még egy lap. Most ez itt fog ingázni egyébként oda-vissza. Jó. És van egy új szörnyünk, vagy egy lényünk, bocsánat, nem szörny ez, hanem lény. Tehát elvileg, hogyha az előző részben igazak, amiket mondtak, akkor itt a csatornában nem lesz gondunk a zaklatókra. Mert ők ide nem jönnek le, viszont tele vagyunk patkánnyal. Fúj. Azt nem mond, hogy neked tetszik a patkány. Elijeszti a patkányt, figyeld már! Nem, fél tőle. Fél a patkánytól. De jó lesz, hogyha ilyenekre kell majd figyelni. Na, ez mi ez? Kérem a lapot, hát. Még egy fül, nagyon jó. Oké, okay. Na, szóval. Van egy ilyen lift. Milyen csatorna az? Ahol van lift. És ő mit keres itt? Itt lesz megint egy emlék. Na nézzük, neked milyen gyerekkorod volt? Ja, hogy te meg ára vagy, mert a apucikát lecsukták. Hey, oh, he's getting away. B, why didn't you stop him? B, okay? Szóval neki ez a háttér története. That must have been rough for Beatrice. I guess I forget how lucky I am with my own parents. Na nézzük, Beatrice. Azt mondja, ez volt az eddigi legrosszabb visszaemlékezés. Ugye Bea apja börtönben volt, vajon milyen lehetett így felnőni, milyen gyakran láthatta az apját, megölelhette egyáltalán. Nem szeretem ezeket a srácokat, és az sem, ahogy velem bánnak, de nem furcsa, hogy egyszerre sajnálom is őket. Hát egyébként érdekes. Igen, tehát úgy néz ki, hogy mindegyiknek nehéz gyerekkora volt, és ezért köcsögök mindenkivel. Ez van akkor, hogyha a szülő nem figyel oda eléggé a gyerekére, vagy nem tud odafigyelni rá, vagy problémás családban nőnek fel. De inkább, hát igen, negyedik fejezet a csatornák. Na. Kérem ezt a lapot is. Ó, figyeld már. Toltmentés is, oké. Okay. Itt valakik beszélgetnek. Don't think they can get to me down here. Nem tudom, hogy miért, meg hogy kerültek ők ide le. Ja, hogy itt van egy lap. Egy új lény, nagyon jó. Gyűlik egyébként a kifestőmnek a lapja. Mondom, nem is kicsit, tehát így tele vagyunk velük. Na, ezt hová lehetne fújni? Sehova, mert itt egyébként egy lényt kellene festenem. Hol láttam? Valahol láttam egy lényt. Nem itt. Hol láttam? Ne szórakozz, hogy most meg nem találom. Valahol láttam egy lényt, hogy lehet festeni. Erről jöttem ugyebár. Itt. Na, jól emlékeztem. Na, szóval... ez elég ijesztő. Csatornában fessük egy ilyen ijesztő lényt. Erre ezt vonjuk vissza. Nem lehet, jó. Kicsit csálé lett a füle. Nem jó. Nem meg túl hosszú. Á, legyen ilyen, jó. Fül nem kell neki, nézzük mik vannak még. Ilyen laboncos farka legyen, így ide. Így.
Nem így. Kicsit így elálló farka legyen, nagyon jó. Ennyi. Legyen ennyi, ne vigyük túlzásba. Nem szeretem egyébként túl bonyolítani a dolgokat. Ja, hogy most úgy kb. Hasadból nőtt ki a farkad, oké. Hát nagyon csúnya egy, hogy is mondjam, köldök zsinórod van. Na nézzük, festeni kell neki. Festünk neki, azt mondja, hogy kell neki gomba. Így, festünk gombákat. Azt mondja, festünk neki ilyen pegypangot is. Igen, meg... Hát kövezzetek meg, hogyha... Ja, itt van ez. Is that what you wanted to see? Ez nem tudom, hogy mi. De tetszik neki, az a lényeg. Jó, na mi van mi? Van szuperfestés, na nézzük. Te hová tudsz menni? Várja, várja, ácsi, ácsi. Mert itt a szuperfestés, ezt el kéne, hogy tüntessük. Így, így. Nagyon jó. Oké, megnézzük, hogy van-e még ilyen sötétség bárhol. Úgy néz ki, hogy erre nincs, az ott megtörtént. Nem baj, nem baj. Mert... Gyere csak. Mert ő akkor itt erre eljön, igen. Gyere, havar. Igen. Gondolom kerülni fog egy nagyot. Most ott van ezen az oldalon, jó. És akkor itt erre el lehet csalogatni, és akkor itt a sötétséget ugye az előbb megszüntettem. Akkor a lény el tud jönni valahova ide erre. Ezt kellene egyébként itt megszüntetni. Na várja. Mert itt a csatornában is vannak ám itt fények, most nézem. Jó. Kapcsoljunk fényt. Így, így. Nagyon jó. Hol van még világítás, amit fel kellene kapcsolnunk? Egyelőre itt nincsen sehol. Mert hogyha megtalálom mindet, na mi van, itt jól érzed magad, örülök neki. Mert hogyha itt a csatornában megtalálom itt ezen részen az összes pilácsot, mint például ami itt is van, akkor eltűnik onnan az a sötét szar, és akkor tovább tudok haladni. Így. Ide ilyen virágot rakunk. What the heck? Jó. Ezt is ide. Igen, és erre. Erre nincs egyelőre semmi. De nem kapcsoltam már fel mindet. Jó. Mindegyik világít, vajon? Hát, bízunk benne. Oké, és... Hol van még? Hello. Ezzel valamit kezdenem kellene. Szerintem, hogyha ráfújja a lény, ide el tudna jönni. Akkor erre rácsra ráfújna. És vagy leszakadna, vagy... áttörni vele azt a kaput. De erre ránézek a térképre. Itt vagyok, igen. Arra. Tehát erre nem tudok... Hát oda nem tudok rajzolni. Tehát azt... Egyes zónájába az összességét kapcsoljam fel. Jó. De... Hát most vagy vak vagyok, vagy nem vagyok vak. Nem kapcsoltam volna fel az összeset. Hát pedig úgy néz ki, hogy világít, mint... Jó, gyere haver!
Ne faj fel, trófea. És ezt miért kaptam? Come on. Mert elvileg ő el tud ide jönni, haver. Gyere csak ide. Ezt a dobozt. Fújkád meg. Hé. Ide gyere, itt a doboz. Fújd meg. Igen. Tehát sejtettem, hogy ezt az ajtót fogja kinyitni. Jó. Na, azt mondja, hogy ide viszont festünk ilyeneket. Igen. Nagyon jó. Nem. Nem ide feljebb. Ez az. Itt egy lap, köszi. Ú, egy új lény. Egy új lény mindig jól jön. Na, kérdés, hogy innen most merre megyek tova. Mert így vissza tudtam jönni, tettem egy kört. Ott van egy kar. Na várjál. Mi van akkor, hogyha ő odé fog fújni minket? Fújjál meg. Így. Fú! Le ne essél róla. Gyere ide. Valahol itt egyébként lesz egy lény. Megérkeztünk. Kérem a lapot. Ez az, köszi. Ezt kiengedem. Ja nem, ezt megnyúzom. Nincs áram. Oké. Okay. Tehát ide elfestenem kell majd egy teljesen új lényt, hogy legyen áramunk. Jó. Az a baj, hogy ez meg szeles lény. Tehát valahonnan... Tehát ott kellene egyébként. De... Ne essek már le róla. Valamit biztos, hogy jelent. Na mindegy, de nekem most nem ez kell. Ide kellene majd az áramos lényt elcsalni. Gyere, fúj vissza, mert lehet, hogy ott van. A víz alatt. Meg ott van egy lap is, figyeld már, ott. Segíts már ki, léci. Nem segít ki. Jó, ott viszont van egy létre. Az az előbb nem vettem észre. Jó. Egy. Lenes, lenes. Hopp. Hopp. Na. Ezzel mit csinálunk? Lejje fogjuk engedni a vizet. Ó, és akkor... Jól sejtettem, hogy tényleg ott van a víz alatt a lény. Csak én azt hittem, hogy a dobozról kell majd festenem. De ezek szerint nem. Jó. És akkor itt van a lap is. És akkor itt van a lényünk. Az összes lehetséges kinézettet, akkor megvan az összes lénye mindentől kezdve? Na nézzük. Tehát... Ide. Mondom, ide. Csinálunk egy ilyet. Hát ez nem valami nagy állatka. Mindegy, kap egy ilyen Pikachu farkat. Figyeld már. Még egyet. Na még egyet. Jó. Elég így. Jó. Legyen ilyen füle. Interesting. Azt figyeld, mekkora füle van neki. Jó. Ébresztő. Jó. Na, szóval van egy elektromos szörnyünk, akinek pénisze van. Na mindegy. Jó, és akkor őt kellene elcsalnom. Right here. Ide.
Gyere. Azt nézem, hogy itt nincsen pilács. Na, küld meg árammal, légy szíves. Figyeld, hogy tetszik neki. Uihi! Igen. Megyünk tovább. Na, és akkor most meghúzzuk a kart. Az a baj, hogy... ott hiányzik a cső, így van. Mivel kapcsoljuk össze? Hát nekem van egy ötletem. Hogy ilyen festéssel. Vajon ez így működik? Nem. De legalább megpróbáltam. Vagy nem mindegy, hogy mit festek oda. Na várjál, mi van akkor, hogyha... valahol erre fent nem vettem észre valamit. És valami cső leszakad. Ez leszakadhatna, díjaz nem. És nem. Ez így nem nyílik ki, örülnék neki pedig. Ezt ugye már meghúztuk, jó. Na most valamit nem látok át. Táj. De nem hiszem, hogy festés kellene hozzá. Valahol valami csövet. Szekrénybe semmi nincsen. Nincs. Tip. Találd meg a módját, hogy áthidald a részt az el... Hallod? Te figyelj játék, ha ezt nem írod ki, mint tip, rájöttem volna magamtól is, ennyire nem vagyok se fáradt, se fogyatékos. Inkább azt mondd meg, hogy hogy meg hol találom meg azt a csövet, ami nekem ide kell. Találd meg a módját. Hát azt keresem már egy ideje. Az ecsetet nem lehet odarakni. Vagy... mondok jobbat. Mi van akkor, hogyha nem csövet kell keresnem, hanem az elektromos lényemet kell odahívni ide. Gyere csak ide. Gyere ide. Kell egy kis segítség. Úgy úgy. Fogd meg. Fogd össze. Úgy, úgy, fogd meg a másik oldalt is, maradj úgy. Maradj úgy egy picikét. Hú, felvillanyoztuk, ez az. De tovább ment az áram. Na jó, oké. Okés. Na. Jó, és akkor a csatornában megvan az első zóna a négyből. Oké. Okay. Eléggé sok színt, meg fényt vittünk ebbe a sötét, locskos, mocskos, büdös csatornába. Kettes zónában is fel kell kapcsolnunk, okés. Na, szóval. Erre már jártunk, ugye erről jöttünk, és itt tűnt el a sötétség, ezt itt megfestettük, erre jövünk tovább, mutatja is. Egyébként a játék, hogy erre kell jönni. És a zaklatók is itt vannak a közelben. Jó, most valahogy... át kellene jutnom, gondolom, a túloldalra. De hogy? Itt van egy gomb, vagy kar, vagy valami. Egy újság. Denska történetek. Ha mindjárt olvassuk. Lift. Na nézzük, azt mondja, térképi jegyzetek, Beatrice, lapozzunk. Víz alatt élet. Nem voltam a csatornáknál azóta, hogy Mrs. Parker elvitte oda az osztályt. Nem mondhatnám, hogy mostanra jobb lett a szaga. Gondoltam, büdös van. És a víz sem néz ki jobban. Még ha tele is lesznek a falak szép festményekkel, senki nem fog visszatérni deszkába. Ha rossz a város vize. De ha eltüntetem a sötétséget, akkor talán víz is megtisztul. Legyen úgy.
Hát ha. Na, a lift legalább működik. Aha. Most komoly ide fessen nem kell neked ilyet. Well, what do you think? Tessék. Légy boldog. Ott egy lap. Jó, ez megvan. Hát, oda nem tudom, hogy jutok át. Pedig ott is van egy lapom. A fene! Na jó van. Itt láttam egy kart, meg itt van sötétség is. Ha lejjebb engedjük a vizet, és akkor mindjárt a szuperfestéssel. Kösz a szuperfestéket. Ezt itt lent eltüntetjük innen a sötétséget. Jó. Ez az. Na, már is jobbak a kilátások. Na, gyere! Ezt... Gyere ide! Ide kéne, hogy fújja valahogy. Gyere, haver! Ja, hogy boldoggá kell, hogy tegyelek, jó. Hát, ilyened már van. De azért kapsz még egyet. Meg kell néked... ilyen. Így. Tessék. Légy boldog. Kösz a festéket. És a dobozkát fújd odébb. De csak óvatosan, hogy ne menjen át teljesen a túloldalra. Így. Gyere, segíts. Hova mész? Itt vagyok. Jó, hogy oda is fessek. Jó. Azt mondja, szükséged van olyan hegyre. Van egyáltalán olyanom? Szerintem nekem nincs is olyanom. Nem. Sorry, tesó, de nekem nincs olyanom. Hívd a lényt a kék dobozhoz. Oda hívtam, de... Nem fog ide jönni, mert most szüksége van arra a festésre. Bakter. Nem. Kellene akkor az alap, de nagyon. És nem tudom, hogy jutok át. Várjál, de... Oké. Át kell jutnom azért a lapért. Pont az hiányzik. Azt nem mondta, hogy most visszamegy. Na, ez hiányzott. És akkor itt életre keltünk még egyet. Na, ilyen hagymám még nincsen. Starting to come together. Ez valami új. Coming along. Kelj hát életre. Ez megint ilyen szelelős lesz. Hey there. Hello. Na. Boldogság van. Na neked ide kell festenem valamit, hogy még boldogabb legyen. Hm? Nem? Jó. Jövök tovább. Mit szólsz hozzá? Ajj. Itt nem jutunk át. Ha csak nem. Így. De átjutunk. Le ne szakadjon a cső. Ha leszakad, akkor hé-hé, de büdösek leszünk. Na. Szia. Csak nem. Jó. Oké. Na, és akkor neked kell ide ez. So, how's that?
De érdekes, figyeld már. Jó, és figyeld meg, a kettő szeles lényem két oldalról fog egyszerre fújni, hogy megálljon középen a láda, figyeld. Na majd ezt figyeld. Igen. Ketten kellenek, gyertek, figyeld. Annyira éreztem. Ráállok így a dobozra. Fújjátok. Azt nem mondta, hogy neked is oda kell valamit még pluszba festeni, mert... Hello? Gyere ide. Fújd meg. Meg te is fújd. Igen, ketten kelletek, de már ketten vagytok. Úgy, úgy. Na, ugye, hogy megy ez? Kösz, tesó. Gyertek utána, megyünk tovább. Igen. Azt fújd meg. Na, kell valami? Fújd meg. Hús. Igen. Erre itt ráugrok. Majd itt erre. Azt is fújd meg. Gyerünk, megy az. Igen. Jó. És akkor erre tovább. Yes, yes, yes. Ott egy lap. Ez egy új táj. Egy virág. Na, várjál csak. Ott egy lap. De oda nem tudok elmenni. Azt majd a másik oldalról. Jó. Egy a lényeg, hogy itt vannak ezen az oldalon lámpák, amiket fel kellene, hogy kapcsoljak. Ilyen virágokat, azt úgyis most kaptuk. Jó. Igen. Ez a farönk egyébként, ez tetszik nekem. Na, szóval ebben a zónában is megvannak a lámpák mindegyik. Úgyhogy a sötétség pillanatokon belül el fog tűnni. És tovább tudunk haladni. Cél frissítése. Hármas zóna, oké. Okay. De olyan, mintha egyébként tényleg tisztább lenne a víz. Jó, mondom a helyzetet. A dobozról kell átugrani a túloldalra. Sweet. Cuki! Szia! Jaj, neked oda... Na jó, egyefennek kapsz. Ilyen esélyfelhőt, nézd csak. Légy boldog. Esőt akart, ha megkapta. Na menjünk akkor. Na várjál, neked is kell most valamit festenem, mi? Gyere. Megfestem én neked azt is. Ha megtalálom, hogy hol van. Na, boldogság van? Boldogság hát. Na. Akkor gyertek utána. Ó, ide viszont tüzeske. Tüzeske kell. Itt van is. Kell egy piros lényt festeni. Jó. Mondjuk téged. Ú, de morcos. A milyen szakáll alatt neki. Kejhet életre, barátom. Na. Üdv. Mizu. Tetszik a szakállat? Nekem is olyan lesz egyszer. Na.
Akkor jössz segíteni? Gyere. Mert itt vannak ilyen pirosak, amiket meg kéne pirítani. Sőt, mondok jobbat, még itt ezt is. Aha! Jó, látom már mi a helyzet itt. Ide még kellett egyébként a másik is. Tehát fel kellett, hogy gyújtsák itt a lámpást. És a szeles meg kis löketet adott a lámpának. Oké, és értem én, gomba. Gomba. Csiripeljetek, na. Erre van még egyébként a... Nem, nincs, jó. Akkor erre felfelé. Oké. Gondolom egyébként, hogy... Nem hagytam ki semmit és világít minden. Jó, szemben van egy lapunk. Meg itt is van egy, már menekülőre fogta, gyere vissza. Jó. Ide az oda szeles kell majd, de itt sötétség van a falon. Úgyhogy ezt mindjárt el is tüntetjük innen nagyon gyorsan. Jó. Na, megvan 3 a 4-ből. Oké, akkor nem hagytunk el eddig semmit, ez csodálatos. Na. Igen, egyébként úgy néz ki, hogy tisztul. Találj módot a csónak vízre helyezésére. Jó, hát figyelj. Itt volt a csónak. Gyere, fújd meg. Fújd meg, légy szíves. Köszi. Igen, ott az végig megy. Jó. És azt ott majd meg kell égetni, jól látom. Nem kizárt, lehet, hogy azt ott majd meg kell, hogy égessük. Na. Igen, beragadt. De felmegyünk. Ezen itt végig szaladunk. Jó, ezt kérem. Tájkép. Igen. Hello me. Ezt itt eltekerem. Ez gáz. Szó szerint. Ez gáz. Jó. Szóval ide festenem kell holdat. Meg ilyen ága. Igen. Ez nap, nekem a hold kell. Meg madarakat. Igen, meg olyan... Ilyen. Jó, na, örül mindenki, én is örülök. Na, kérdés, hogy... Most melyik fog nekem... Gáz, tűz, nem jó! Figyeld. Azt hittem, hogy ez nagyobbat fog szólni. Aha, nagyobbat szól. Jó, maradjunk nagyon egy picit. Levert a víz, hogy ez majd most engem telibe fog találni. Na nézzük. Aha. Jó. Aha. Na, fedélzeten. Én vagyok a kapitány. Azt figyel.
Hát hallod, haver, elég merész vagy. Woohoo! Ez de látványos. Édes Istenem. Meg is érkeztünk. Zseniális ez a játék. Az összes égőt meg kell világítani, jó? Kettő darab van. Mutatja is egyébként, milyen cuki mutatja, hogy menjek oda fel. Meg ő is mutatja, jól van. Kösz, kösz, kösz. Rájöttem volna egyébként magamtól is, de ez egyébként ez tök cuki, hogy mutatták. Jó. Erre felfelé. Közben nézem, hogy hol vannak az égők. Hát, jó van. Ugrik. Így. Igen. De ez most itt, ez nekem itt, ez jó. Ja, ez lesz a... Never should have let that thing anywhere near Denska. But this is where I can finish what I started. Right here, right now. Okay. No. Nem világít mindegyik. Miért nem? Jó, az ott világít. Most ez az oldal kell nekem. Jó, és akkor meg is van a következő zóna. Mestermű aktiválva. Jó, akkor most csinálunk majd egy mesterművet. Figyeld meg, hogy azt a batár nagy hajót kell összefestenünk. Vagy itt lengedjük a vizet és oda lentre kell csinálnunk egy mesterművet. És az valószínű. Igen. Ez sokkal valószínűbb. Kezd el a mesterművet. Jó. Na nézzük, a lények úgy is segítenek, hogy mi kell hozzá. Tehát kell ilyen. Meg kell ilyen. Igen. Kellenek ilyenek. Kell gomba. Legyen belőle több is. Jó, most kell ilyen. Megszállt az ihlet. Hajjaj, ha tudnád, hogy mennyire. Igen. Várj, itt ez az oldal, ez nagyon üres. Jó, kell most ez. Igen. Aztán most még kell ez. Mestermű. So, what do you think? Tiszta víz. Na, kaptunk egy trófeját. Akkor Luna is mindjárt megjelen... Mi? Ne! Miért vagytok ilyen genyók? Can't take a hint, huh? This is our town now, punk. Na, megint egy. Hey, oh! Nice catch.
bakker. Want the first crack at it? Suit yourself. No! Stop it! Ne! Oh, she messed that up. Come on, kid. Can't see much from way back here. Most ezt miért kell? No. Oh, rush. What, you gonna cry? Sorry. Ne! Azért te a bántalmazásnak is van egy határa. He was already down. So? Really do so? Up to now we've just been messing with him. Átment fizikai bántalmazásba az egész. Azért ez már durva. Megette. Hát de ez a szakállas lény, amit festettem. Az, hogy javítható. Luna. Bocs, hogy nem mentem vissza a világító toronyba, de most segítened kéne. Nyomjak erre egyet a kikerüléshez. Minek a kikerüléséhez? Ha visszajutottunk a világított aranyba. Nincs valami jól. What happened? Was that thing one of my genies? What am I supposed to do? I don't know what to do. Hát valamit ki kell találnunk. Igen, eltörték a ecsetünket. Hát ha Luna meg tudja csinálni végül, a kifestőnket is helyrehozta. Akkor az ecsetet miért ne tudná? Sőt, akkor most már upgrade-áld is fel. Kell egy kis tuning. Ráz a hideg egyébként. Iszonyat jó. No. Mi? No.
Luna oda lett. Hát ez nem lehet. Luna az életét adta azért, hogy az ecsetünk egybe legyen. Vissza kell mennünk a Alászki kötőbe, jó? Az merre van? Mi van akkor, hogyha Luna nem az életét adta azért, hogy az ecsetünk egybe legyen, hanem egyé vált az ecsettel? Én miért megyek most körbe-körbe? Az mi? Tudom, hogy mi történik. What is that? Watch? Any bright ideas? What the? Az mi? Elmondom, hogy mi történt. A zaklatóknak a tűzképesség. A takarodj. Ez mi? Menj már! Szóval elmondom, hogy mi történt most. A zaklatóknak a rossz emlékei megfertőzték a lényeimet, meg minden, és életre keltek, és most azok fogják zaklatni a várost. Hát de jó. Ez mi volt? Takarodj. Ez rohadt menő. És figyeld, hallod, mennyien vannak. Oké. Igen. Ez az lesz. Oké. Itt ezt a környéket egyelőre megtisztítottuk. Milyen érdekes, hogy most meg majd átmegy ilyen hack and slash-ba a játék. Igen, egyébként az kellemetlen, hogyha még több blint meg fog fertőzni. Harci kényszer. Az igen. Jó, megyünk a kikötőbe. Ez így érdekes lesz, srácok. Megfertőzték a lényeket, és most támadják a várost. Most az jó lesz, hogyha az összes lény, amit eddig festettem, életre fog kelni. És le kell győznöm őket. Akkor viszont innentől kezdve nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy lesznek nem sokára boss harcok. Napló frissítve, na nézzük. Tehát jegyzetek. Szóval a Beatrice, igen, nem voltam csatornák, de itt volt olyan. Már ilyen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ezek megvoltak, csak igen, magányos Luna megvolt. Komoly gázok, Beatrice megvolt. Vízélet, nem voltam csatornákban, de igen. A büntény helyszíne az viszont új, azt mondja. Az az átonyra futott olajtanker, már attól is felfordul a gyomrom, ha meglátom. Semmi baj nem lett volna, ha alaposan átgondolják, mi történhet.
Amint az olajszennyező tönkretette a vizet, asszony a halászvárosnak befellegzett. Persze Danska nem egyetlen éjszak alatt ment tönkre, sok idő kellett hozzá, és ez benne a legrosszabb. A sötétség volt az utolsó csepp a pohárban, de már tudom, hogy ez csak egy tünete volt annak, hogy az emberek ahogy érezték magukat, a kétségbeesésük táplálta ezt. Kérdés csak az, hogy mihez fog kezdeni a sötétség, ha éhezni kezd, vagy ha sarokba szorítják. Jó, sötétség, nem tudom, hogy képes vagyok-e erre Luna nélkül, de ő az életét adta azért, hogy visszaszerezhessem az ecsetemet. Biztosan volt rá valami oka, annyira egyedül érzem magam, még a lényeim is eltűntek, átváltoztak fertőzött szörnyetegekké, csak a szörnyeként az könnyebb kimondani. De nem adom fel, nem mondok le Danskáról, és a lény barátaimról segítem kell nekik valahogy. Akkor jól sejtettem, hogy Luna az életét adta. Are you okay? Yeah, but others... Ő az egyik zaklató. Those things are my friends. And they were fine until you guys... I know, but the others, they need help. And you want to help them? Really, Froggy? I mean, they bully you almost as much as me. Come on. You need to see this. Na, mi az, amit annyira nagyon látnom kell? Tehát igen, ők tették tönkre. Tehát a ő gonoszságuk fertőzte meg a lényeimet. És most ellenünk fordulnak. If that stuff covers him all the way. Úristen. Ajaj. Az ecsettel fogjuk egyébként megfékezni őket. My brush cleared the darkness. Are you all right? Yeah. What? Na mondom, mi lesz a helyzet. Tehát mindegyik lénynek meg lesz a maga gyengéje. Tehát mondjuk a tűznek a szél, mert elfújja. A tűz, de még lehet, igen, az elektromosságnak. Á, majd meglátjuk, hogy melyiknek mi lesz a gyengéje, most nem akarok logikát keresni benne. Tudti az lesz, hogy egymás képességeit kell ellenük fordítani. Hát ez túl kevés, túl későn. A baj már megtörtént. Mentse meg a tűzszörnyet és Zacket. Jó. Na nézzük. Azt mondja, sötétség meg van, rémálmok. Azt mondja, meg kellett mentenem Brackit, és látom kellett, hogy Zacket a saját fájdalmas emlékei kínozzák ahhoz, hogy rájöjjenek, hogyan segíthetek saját lényében. Szóval, amikor Luna újból megcsinálta az ecsetet, úgy tűnik adott hozzá egy új képességet is. Azt hiszem, arra is tudom használni, hogy megtisztítsam a lényeket a sötétségtől, ha bár ez nem lesz könnyű feladat. Persze Brackit jobban érdekli Zack és a többiek, be kell vallanom, hogy mindazok ellenére, amit velem műveltek, én is sajnálom őket. Az a néhány perc, amíg a sötétség megmutatta a legrosszabb rémálmaimat, több volt, mint elég. Get off me. Jó. Vedd fel az ecsetet. Ajaj. Ez lesz az első bosszunk. Kérem. Ecset, please. What the? Igen.
Valami történt a cipőmmel. Rajzdeszkázáshoz tarts nyomva az L2-t. Igen. Na takarodj! Ez mi az Isten? Rajzdeszka! Ez nagyon menő. Ez nagyon menő. Dodge is van. Na nézzük, hová tűnt. Aha. Tehát ez így mutatja, hogy merre van. Kicsit olyan, mint a Shadow of the Colossusban. Hogy merre találjuk a kolosszust. Aha, jó. Arra nem. Ott van. Gyere csak vissza, hello, gyere ide. Látlak ám. Na gyere ide, haver. Szuper festése az erősebb. Ott van, menekül. Gyere csak vissza. Kapta. Egyet csekkbe lőttük. Na. Majdnem. Most jöttek a kicsik is. Menjek közelebb a szörnyhöz. Miért? Négyzet. Micsoda? Menjek közel a szörnyhöz. Jó. Lassan. Hátrálok. Mozog, mozog, mozog lassan. Hátrál. Nyugi, nyugi. Nyugi. A rohadt életbe. Valahogy meg kéne újra szelidítenem. Jó. És lassan. Lassan. Hát ez így nehéz lesz. Találjam ki, hogy mikor mérgesen, mikor zavarodott. Ugyanúgy néz ki. Ok. Ok. Jó. Na nézzük, szóval. Maradunk, most zavarodott. Most közel megyünk. Most megint megállunk. Nyugi. 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 Most. Nem érdekel a nehézségi szint. Van a játékban nehézségi szint. És? Sikerült. Úgy néz ki, hogy igen. Úgy néz ki, hogy sikerült.
kövessem. Hova megy? Where are you going? Követem én. Ide. Visszajött a falra, és szomorú szegény. Akkor festünk neki ezt-azt. És akkor megint boldog lesz. Kap üzét, ilyen napot. Igen, meg ilyen totemszerű ízét. Ilyet. De ezek a falfestések már nem olyan fényesek, mint előtte voltak. Where are you hiding? Jó. Most ide. Azt mondja, kell neki egy ilyen hold. Igen, meg ilyen ág. Jó. Tehát most egy picit megtisztítjuk a várost. Jó. Na, szóval. Azt mondja, most kell nekem ebből. Igen, meg ebből. Jó. Vissza fel kell gyújtani minden fényt. Legalábbis ahova ő megy. És akkor itt vagyunk a mesterműnél, ezt kell most megtisztítanunk. Nagyon srác, megérte gonoszkodni velem? Nem, én csináltam meg, de ne zavarjon. Ja. The name's Ash. And you're welcome. Hát tiszta mocsok a gyerek. Most fognak egyébként rájönni, hogy... hogy igazából mit tettek, meg most fogják megbánni. Föl, és hogy azok után még segítünk neki. Tehát azért az durva, hogy azok után, hogy velünk bántak, még segítünk neki. És ő is most döbbent rá erre. What? Froggy will fill you in. Let's go. Dude. What just happened? Na, szóval, meg kell találnunk. A nevem Ash, illetve a neve Ash. Találd meg Jackot és Jennyt. Jó. Viszont srácok, én őket már most nem fogom megkeresni, majd csak a következő részben. És mivel tudom, hogy a játék nem hosszú, lehet, hogy a következő részben be is fogjuk fejezni a játékot. Majd ezt meglátjuk, hogy hogy fogunk haladni benne. Hát elég durván megváltozott most a játékmenet, mert eddig ugye festegettünk, meg ilyen logikai puzzle-ket kellett ugye megoldanunk. Most viszont átmegy egy picit ilyen hack and slash-szerűbe a játék, hogy le kell győzni azokat a sötét lényeket, amiket ugye tulajdonképpen én hoztam létre, csak ugye a zaklatóknak a zavarodott és sötét múltjuk ugye megfertőzött. És közben ugye elveszítettük Lunát is, mert az életét adta azért, hogy az ecset újra egy darabban legyen. Viszont feltuningolta, hogy én azt szerettem volna. Hát meglátjuk, hogy mit fognak a játékból kihozni a készítők már most, mert nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz a vége. Iszonyatosan nagyon durva hangulata van. Tehát ez, tehát le a kalappal eddig. Le a kalappal. A következő részben találkozunk. Addig is szevasztok!